Hello, hello, sziasztok! Itt vagyok a Lánchídon. Nézzétek meg, milyen csodálatos ez a Budapest. Én most a budai oldalt mutatom. Ez itt a Sándor Palota, itt van a köztársasági elnökünk. És elnök asszony, igen, az az alagút. Itt visszafordulok, és megmutatom nektek a Dunát. Milyen csodálatos ez a kivilágítás. Hát én szerintem ez a Föld egyik legszebb fővárosa. A Lánchíd, ahol Karácsony Gergely nem engedi meg, hogy autók közlekedjenek, csak buszok, taxik közlekedhetnek, és hát gyalogos közlekedés van. Ma több helyen, Budapesten és a világon több helyen van megemlékezés a mostani Hamasz támadás halottainak, áldozatainak a megemlékezése. Én a Jeruzsálem téren voltam, közvetlenül a Clark Ádám tér mellett, ez itt van a Lánchíd mellett, és most megyünk át a Cipőkhöz a Dunaparton. Ott is van megemlékezés. A Cipők az egy kultikus emlékhely. Ugye az a cipők ilyen vas cipők, és azt szimbolizálja, hogy a második világháborúban a nyilasok a sárga házból hogy vitték ki a zsidókat a Dunapartra, és lőtték a Dunába őket. Előtte ugye levetköztették, és belelőtték a Dunába. Ez a mostani Hamasz támadás, ez rendkívül aljas, és rendkívül nagy gazemberség, hiszen álmukból keltették fel az embereket, bekopogtak a házakba, meg becsöngettek, és akik fölébredtek, azok kinyitották az ajtót, tehát nem tudták, hogy miről van szó, se szó, se beszéd, mindenkit legyilkoltak, tuszokat vittek magukkal, rengeteg a halott. Már Izraelben is elérte több mint 1500 főt, de Izrael valahogy magára talált, amin az egész világ csodálkozik, hogy hiszen Izraelnek van a leghíresebb és a legjobb titkosszolgálata, a Mossad, és a IDF, az izraeli védelmi szolgálat, az a világ első három legjobb védelmi szolgálat. És hát az izraeli hadsereg az nagyon erős, de most mindenkit meglepett, hogy mégis be tudtak törni a Hamasz terroristái, és borzalmas vérengzést tartottak. Most voltak olyan hozzászólások, mert erről tettem föl videót, és voltak olyan hozzászólások, ahol örömködtek az emberek, voltak ilyenek is, hogy megérdemlik a zsidók, meg hogy nem kár értük. Én szerintem minden emberért kár. De el kell, hogy mondjam ezeknek az antiszemita nyomorultaknak, akik éltetik Palesztinát, és éltetik a Hamasz meg a Hezbollah a terroristáit, hogy Mahmoud Abbas, a palesztinai felszabadási front elnöke azt kérte az ENSZ-től, meg a nyugat-európai országoktól, hogy ítéljék el ezt a eseményt. Már azt az eseményt, hogy az izraeliek visszatámadtak és bosszút állnak rajtuk. Azt azért mindenkinek tudnia kell, hogy Izrael adja Gázába a villanyt, a vizet. Izraelen keresztül megy az élelmiszer ellátás, és nem is értem, hogy ez a sok gyilkosság, ez a sok borzalom, amit ezek a terroristák most elkövettek, hogy Izrael miért nem vette le már korábban ezeket a közműszolgáltatásokat. A lényeg az, hogy állítólag az egyiptomi titkosszolgálat értesítette az izraeli miniszterelnököt, hogy készülődés van a Hamasz oldaláról, és hogy nagyon sok súlyos fegyverzetet mozgósítottak. Azt mondta erre Bibi,
hogy azt mondta Bibi erre, hogy ő neki ezt nem mondták, de hát elképzelhetetlen az, hogy amikor ilyen sok terrorista gyülekezik, és hogy a szembeszi ész a titkosszolgált. Hát most már a GPS-en, ugye ott mindent lehet látni, és mégis elkövették ezt az óriási hibát. Azoknak üzenem, akik örvendeznek és tapsolnak, hogy Izraelt megtámadták, és hogy ártatlan izraeli embereket, zsidókat öldöstek, azoknak üzenem, hogy az arab országok mind egységesen tiltakoztak a Hamasz ellen, sőt, Izraelt együttérzésükről biztosították, sőt, azt is felajánlották, hogyha Izraelnek szüksége van bármire, fegyverre, élelmiszerre, akkor adnak. Az arab emírségek, Szaúd-Arábia, Egyiptom. Külön fölhívták a figyelmét az arab országok Szíriának, hogy bele ne avatkozzon ebbe a konfliktusba. Az Amerikai Egyesült Államok teljes messzélességgel van Izrael mellett. A világ legnagyobb csatahajóját már oda küldte az izraeli partokhoz. Egyébként ezek a csatahajók, én nem tudom, de hogy mennyi repülő, de valami 100 vagy még több repülőféle el rajta. Az izraeli tartalékosok 3-400 ezer fő már bevonult, és mindenki harcra kész. És a világ összes táján élő izraeliek nemhogy menekülnének a Izraelből, hanem mindenki azt kéri, aki valaha is fegyvert fogott, hogy adjanak lehetőséget nekik, hogy visszatudjanak ők is menni Izraelbe, és hogy harcolni tudjanak. Még valószínű, hogy még fogok erről a történetről mesélni. Mindenesetre nagyon szomorú, és én azt szeretném, hogy azok az antiszemita gyűlölködő nyomorultak, ha már nem is tudnak együtt érezni az ártatlan embereknek a halálával, akkor legalább fogják be a szájukat és tűnjenek el, és főleg ne az én oldalamon fejtsék ki a mocskos propagandájukat. Kívánok nekik szép estét!